találkozó szervezői a Megyei Civil Információs Centrum, az Esélyteremtési Iroda, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet voltak. Igazából 7 területen tudnak a diákok tevékenykedni, az egészségügy, szociális terület, oktatás, katasztrófavédelem, szabadidős, környezetvédelmi tevékenység, tehát elég széles a paletta, és itt a fogyatékossággal élőkkel épp úgy, mint az idős emberekkel, tehát a generációk közti kapcsolatot is erősíti ez a tevékenység, úgyhogy tényleg széles körűen tudnak választani, és cél is lenne, hogy ők döntsék el, hogy melyik területen tevékenykednek. Az OFI munkatársa szerint jó néhány intézményben még el sem kezdődött a közösségi szolgálat letöltésének előkészítése. Ugye most már másfél éve kötelezettsége az iskoláknak, hogy a közösségi szolgálatot megszervezzék azon diákoknak, akik 2016. januárja után érettségiznek. Tehát a mostani 9-10. Évfolyam már érintett ebben. Ahogy itt közben szünetben is értesültem, nem minden iskolába indult el ez a tevékenység, tehát mindenképpen egy fontos esemény olyan értelemben, hogy az iskolák rádöbbenhetnek arra, hogy na hát, akkor ezt most már el kell indítani. Látszólag messze van az a 2016, valójában már majdnem a fele eltelt annak az időnek, amikor ennek ebbe bele kell kezdeni. Tehát a diákok érettségi előfeltételként 50 óra közösségi szolgálatot kell, hogy teljesítsenek, és ezt 3 évre elosztottan 9-11. Évfolyamon. Azt gondolom, hogy itt ez a mai nap alkalom arra, hogy itt a különböző szereplői a közösségi szolgálatnak, legyen az egy iskola, pedagógus, fogadószervezet, szülő, egymással meg tudja ezt beszélni, hogy hogy érdemes ezt úgy megvalósítani, hogy a helyi közösség számára ez mindenképpen értékes legyen. Saját tapasztalat alapján azok a fiatalok, akik már részt vettek ebben a közösségi szolgálatnak, ennek a közösségi szolgálatnak a letöltésében, ők abszolút motiváltak, és nagyon jó kedvel végezték a munkát, és valóban nem a napi 3 órát, hanem annál sokkal többet végeztek, és vissza is járnak. Azok a fiatalok, akik még előtte állnak, viszont már időszerű lenne nekik, hogy elvégezzék. Valószínűség szerint információhiányban szenvednek, vagy pedig hát mostában nagy problémát okoz az, hogy motiválatlanok a fiataljaink. A rendezvény folytatásaként még ebben a tanévben, a tanév zárásáig mind a 6 járásban szeretnénk egy roadshow-t indítani. Ez már kimondottan a fogadó szervezetek részére.